Impossible Puzzle kirakás 8. rész felvétel. Nos, már sikerült a könnyű részeket kirakni, ezt már csak be kell jeszteni ide. Még ezt ide. Na, így jól néz ki. Most a ki pirosnak könyveket kell jól beilleszteni. Összekapcsolok, de aztán rá kell jönnöm, hogy vajon hová tartozhatnak. Azért azokat tettem ki, mert azokat könnyebb, azokat a legkönnyebb kirakni. Ez például ide passzol. Még aztán Pelitánál is találtam néhány nagy darabot, és akkor így ezeket össze tudom kapcsolni. Most már arra kell jönnöm, míg látható, hogy látható itt a vastagsága ennek a nyakkörnek, úgyhogy találunk kell még egy olyat, ami ilyen vastag. Úgyhogy addig is. Leteszem. Várjál. Pontos. Eljé. Hát egy, látok egy piros nyakörd, meg egy mosoly. Ami azt jelenti, hogy olyat kell találni, hogy pirosnál is mosolyog. És még ilyen szája van. Ez ide passzol. Valahol közelben. Ezt össze tudom kapcsolni, már csak azt kell megtudni, hogy hová tartozhat. Azt hiszem, hogy körülbelül ide. Úgyhogy ez is megvan. Hát, ezek szerint, hogyha látnék egy hosszabb fejszint is, aztán passzolhat oda. Nem, ez nem az. Látom valamit, látom, van benne kék szín, meg piros, meg valami fül. Valami, ami közel van a kékhez, meg a piroshoz. És aztán is megvan. Azt hiszem, a fül lehet az. Nem, ide nem passzol. Ez túl nagy.
Most egy nagyobb főt álltam, meg egy pirosat. Nagy fő a piroshoz. Igen, és az egyik rész itten. Egyik szem látható, csak az egyik szem. A felső résznél, akkor ottan kell egy két kis pöttyöt, akkor a felső részt ki tudom rakni. Ami egyenesek kéne találni ahhoz. Nem, ez nem olyan. Már csak egy szem. Hát akkor vörösszínű meg a szemed rajta. Nézzük csak, ez passzolt vajon ide? Nem. Nem elég jó. Mi kell még ahhoz, hogy jó legyen? Teljesen fehér szinte. De kék szint nincsen, ha jól látom. Hát nem csak ez... Hát ha látnék ebben egy... egy furcsán színt, mintha a sárgás lenne. Majd látom, egy kicsit fejjel lefelé. Fejjel kell nézni. Hát addig még ilyen hosszasságot, akkor talán meg lehet.
Ez lesz az. Ez biztosan de pontosan hogyan? Ez így jó lesz. Így már jól néz ki, de még kell hozzá valami. Valami, ami egyezik vele. Ez lesz az. Akkor szépen ide kell illeszteni. Na és akkor ilyesmi fog kijönni. Még aztán ennek valahol itt kéne lennie. Úgyhogy, hogy is akkor van. Valami kicsivel kéne illeszteni ezt itt. Várjál, ez kis darab. Ez egy kis darab, de valamelyikhez passzolhatok. És az orhoz van közelítve. Á, már tudom. Az van ide van közelítve. De egy másik ilyet kéne találni még. Na, gyerünk már! Nem mondta, hogy ezt nem vettem elő. Hát ez nem tud be össze passzolni. Nem, ez nem passzol ide. Nem lehet iszivenni az orrot. Nem, ez sem passzol ide. Nem
Nem, ez nem posztol. Csináld már. Hát középsőben nincsen semmi. Várj, ez mi? Megvan, talán ez lesz az. Ez passzol ide! De valamelyik részhez, mert itt van valami, ami közelebb van a kékhez. Két pöttyöt látok. Csak itt. Igen, ez fönt van. Fönt ez tartozik, de hogy melyiknél. Igen, ez ide tartozik. A felső rész meg viszont nem igazán stimmel. Egyenes, valami egyesnek kéne lenni az, hogy egyezzen. Igen. Ez ide passzol. Nagyságos szín, aki nagy így érzem.
Ez is passzol. De még valamivel egyeztetni kéne. Nem áll. A feketességét találtam ottan. Csak ez pont egyezik. Épp Pongó fülével. Pontosan egyezik. Na jó van. A többit majd később kiderítem. Úgyhogy most egyenlőre és így nézzétek végig, hogy hogyan csináltam meg az egészet. De ezt még nem ötöttem rá, hogy hova való. Meg az, ha más sejtem rá, ez biztos, hogy itt van. Meg ennek is így kell lennie. Ez biztosan ide való, ez ennek fönt kell lennie. Úgyhogy majd látjuk később, hogyan alakul a 9. videóban, úgyhogy eddig is boldog karácsonyt!